Akkor beszéljünk is a gyümölcsfajtákról. Gyümölcsöknek nevezik a fa, cserje vagy egyéb növény édesízű, magas biológiai értékű, netvdús vagy olajtartalmú termését. A gyümölcsök számos az emberi élet fenntartásához szükséges tápanyagot tartalmaznak. Biztosítják a szervezet vitamin és ásványi anyag szükségletét. Üdítő hatásúak. Élvezeti értékük jelentős. Víztartalmuk magas, többnyire 80% feletti. Tehát a gyümölcsöknek 80% feletti ö, víztartalmuk van. Vitaminok közül elsősorban vízben oldódókat tartalmaznak, közülük is legjelentősebb a C-vitamin, amelyből legtöbbet a ribiszke, a citrom, a mandarin és a géprúz tartalmaz. A B vitamin család valamennyi tagját tartalmazzák az olajos magvak, a banán, az egres, a szőlő és a szilva. Tehát a banán, egres, szőlő és a szilva az B vitamin tartalmaz. Ugye beszéltünk a C vitaminról, ugye azt meg a citrom, a mandarin és a gérei frut, illetve a ribiszke tartalmazza. A B vitamin ugye az előbb ismételtem, banán, egres, szőlő, szilva és olajos mag. Karotinban gazdagok a sárgás gyümölcshúsúak, például a kajszibarack és az őszibarack. Tehát azok karotinban gazdagok. Az olajos magva, különösen a máknak, jelentős az F-vitamin tartalma. Az ásványi anyagok közül főként káliumot, banán, citrom, szilva és a bogyós gyümölcsök tartalmazzák kálciumot a banán, bírs és a bogyós gyümölcsök szintén tartalmaznak. Foszfort a banán és vasat a ribiszke tartalmaznak. Energiaértékük általában alacsony, legkisebb a citrom, az alma és a mána energiatartalma. Az olajos magvak energiaértéke jelentős. Eszenciális zsírsavakat tartalmaznak. A gyümölcshéj fő tömegében emészhetetlen cellulózból áll. Ezek az anyagcsere serkentésében jelentősek. Gyümölcsöknek van különböző csoportja. Vannak alma termésű gyümölcsök, csonthéjű gyümölcsök, héjas gyümölcsök, bogyós gyümölcsök. Na most fejtsük is ki őket. Alma termésű gyümölcsök. Alma, körte, bírs és a naspolya. Ismételjük át még egyszer a tanulás kedvéért. Tehát az almás termésű gyümölcsök, ugye alma, körte, bírs és naspolya. Vannak csonthéjű gyümölcsök, ugye a cseresznye, megy, szilva, őszi és a kajszi barack. Ez mind csonthéjű gyümölcs. Tehát csonthéjűak cseresznye, megy, szilva, őszi és kajszi barack. Vannak héjas gyümölcsök, mandula, dió, magyaró, gesztyenye, mák, tökmag és a napraforgó. Ezek a héjas gyümölcsök. De ezt mindenki tudja, tehát aminek van héja, tehát mandula, dió, mogyoró, mák, tökmag és napra mag. Bogyós gyümölcsök, közméte, tehát más néven egres, ribiszke, málna, szamóca, szeder, faeper és a szőlő. Vannak kabak gyümölcsök, ilyen a görög és a sárga Tehát kabaktermés. termés. Tehát a kabak gyümölcsök, amit pont itt a képen is láthatunk, tehát görög és a sárga Vannak egzitikus gyümölcsök, ilyen például a füge, citrom, narancs, mandarin, grapefruit, datoja, gránátalma, ananász, banán, kókuszdió, Szent János kenyér, olajbogyó, mazsola, pisztácia, kivi, mangó és az avokádó is, egzotikus gyümölcs. Vannak alma termésű gyümölcsök, a rózsafélék családjába tartozó növények termései. A nyáron érett gyümölcsök rögtön fogyaszthatók, rövid ideig állnak el. A télen érett gyümölcsök többsége utóérő, több héttel a leszedés után érik el a fogyasztható állapotukat, de tovább eltarthatók. Gyümölcsök tartósításának módjai Hőmérséklet növelésével ugye a hőkezelés. Hőmérséklet csökkentésével a hűtés, az úgynevezett gyors fagyasztás, tehát Mit tudom én, fagyasztott ö, málna, vagy eper. Víztartalom csökkentésével, vízelvonás, szárítás, mit tudom én, mazsola. Mit, mazsola, az pont szárítással ö, is lehet tartósítani, mindenki évet már valószínűleg mazsolát, tehát ezt pont így tartósítják, hogy a víztartalmát csökkentik, ezért lesz ilyen szottyat. Illetve cukor hozzáadásával cukrozás mint például ugye a konzerves ananász. Ott is cukor hozzáadásával tartósítják. És ugye van még a hőkezelés, ugye az előbb beszéltünk már róla, de most még néhány mondatot mondanák. Tehát ebben az esetben sterilezés, valamennyi mikroorganizmus és baktérium spóra teljes elpusztítását teszi lehetővé. A gyümölcsöt légmentesen zárt fémdobozba vagy üvegbe, 120 fok körüli hőmérsékleten, vízgőzzel telített térben, 20-30 percig hőkezelik. Tehát 120 Celsius fokon, 20-30 percig hőkezelik. Az így kapott termékeket teljes konzervnek nevezzük, mert gyakorlatilag a doboz felnyitásáig nem romlik meg. Húsoknál és bébi ételeknél is alkalmazzák ezt a tartósítási módot. Befőttek, lehet ugye egész, darabolt, hámozott vagy hámozatlan gyümölcsök, gyümölcsízek, például lekvárok, a gyümölcsöket előbb áttörik, majd besűrítik, ugye. Darabos gyümölcsízük, tehát a dzsemek. Tehát a gyümölcsöket szintén előbb áttörik, majd besűrítik, de táplálkozástanilag értékesebb termékek a lekvároknál, mert a gyümölcsök egy része darabos állapotban található meg bennük. Tehát a dzsemek azok értékesebbek, mint ugye a lekvárok. Ma a lekvárt csak besűrítik, de a dzsemekben meg gyümölcs darabok is találhatók, ezért értékesebbek. Hűtés, ugye 12 és 14 fok hőmérsékleten tartás, ez a sima hűtés, illetve van még a gyors fagyasztás, ugye a gyümölcsök szabad víztartalmát ismétlem mínusz 48 Celsius fokon, illetve hőmérsékleten megfagyasztják, majd felhasználásig legalább mínusz 18 fokos hőmérsékleten kell tartani ami ugye lehet mínusz 25 is akár. Tehát gyors fogyasztás esetén a gyümölcsök tápanyag tartalma megmarad, általában méreten aluli vagy túlérett gyümölcsöket használnak fel. Gyümölcskrémek, málnakrémek. Kiolvat mély hűtött árut visszafogyasztani tilos. Erről egyébként a HACCP, tehát a Harzad Analysis Critical Control Pointban olvashattunk, illetve tanulhattuk hogy hogyha a, a mélyhűtött táró kiolvad, akkor visszafagyasztani tilos. Illetve most beszélünk a szárításról egy kicsit. Ugye friss és nyers gyümölcsök sok vizet tartalmaznak, amelyek kb. 20-25%-ra csökkentett víztartalomra hoznak. Ugye kiegészítésként kéndioksziddal kezelik a termékeket, például a így is hívjuk őket a mindennapi életben is. A legkeresettebb aszalt gyümölcs a szilva, de almából és kajsziboroszból utóbbi időben áfonyából is készül aszalt gyümölcs. Vannak szárított déli gyümölcsök, tehát füge, nyersen zöldes-lilás színű, körtére emlékeztető alakú, hazánkban is megterem. Mazsola Egy magbú vagy mag nélküli szőlőfajták aszalt termése. A jó minőségű mazsola nagy szemű, világos barna színű. Húsos állományú és aromásan édes, erősen illatos. Van még a datója, olyat is mindenki biztos avatt. Tehát a sivatagi oázisok jellegzetes növényének, a datója pálmának a csonthéjas, egymagvú termése. Cukrozás 60% fölötti cukortartalom tartósító hatással bír, tehát a cukortartalom 60% fölött van, akkor ez már tartósító hatással bír. A kiválasztott gyümölcsöket mind töményebb és töményebb cukoroldatban az áztatják, ugye? Míg a gyümölcs annyi cukrot vesz fel magába, amely már biztosan megvédi a romlástól. A termékek sejtjeiben a cukor kikiristályosodik, felületén csillogó cukormáz lesz, cukrozott, egyelő, kandírozott gyümölcsök más néven, olyanok is vannak, illetve gyümölcs sajtok, melyek legtöbbször bírsből, mánából, ribiszkéből készülnek, állományok rugalmas, vágható és pektinben gazdagok. És nagyjából ennyit is a gyümölcsökről, úgyhogy térünk rá a zöldségekre. Zöldségfélék A zöldségféléknek nevezik a nyersen vagy főve fogyasztható értékes alap, és védő tápanyag tartalmuk miatt jelentős biológiai értékű növényi részek összességét. A zöldségfélék magas tápértékű és biológiai értékkel rendelkező növényi részek, melyeket nyersen vagy feldolgozva párolás, gőzölés, főzés, tartósítás, mélyhűtés, táplálkozásra ugye alkalmasak. Főként látszárú, egy növények. Változó részeit használják fel az egyes zöldségeknek. Van, amelyiknek a gyökerét, másiknak a termését, leveleit vagy virágzatát, például a karfiol és a brokkoli. Vagy akár rügyét, ugye a kelbimbó. Bizonyos zöldségek az elkészítés során kedveltek, például a petrezselyem, zeller. Erősen fűszerező hatásuk miatt. Összetételükre a magas víztartalom jellemző. Szakszerűtlen árukezelés sokán, során ugye könnyen fonnya, fonnyadnak és károsodnak. Zöldségfélék csoportjait beszéljük akkor át. Tehát ugye vannak káposztafélék, burgonyafélék, kabakosok, levélzöldségek, hagymafélék, egyéb zöldségek és egzotikus zöldségek. Kezdjük is akkor káposztafélékkel. Ilyen például a fejes káposzta, vörös káposzta, kell káposzta, karalábé, karfiol, bimbós kell, brokkoli és kínai kell. Tehát a káposzta a fejes káposzta, vörös káposzta, kell káposzta, karalábé, karfiol, bimbós kell, brokkoli és kínai kell. Itt egyébként pont látunk is brokkolit, illetve vörös káposztát is látunk itt pont a képen. Burgonyafélék, ugye burgonya, paradicsom, paprika, tojásgyümölcs, más néven padlizsán, és pont nem látszik a képen. Tehát a padlizsánok is ide tartoznak. Tehát a burgonya félék csoportjából, ugye a burgonya, paradicsom, paprika és a padlizsán. Vannak hüvelyesek, ugye bab, borsó, lencse, csicseri borsó és szójabab. Gyökér például sárgarépa. Pont nem látszik. Ugye sárga répa. Petrezselyem gyökér. Petrezselyem zöldje. Zeller. Zeller zöldje. Retek. Cékla. Fekete gyökér. Paszternák. Mángold. Manióka gyökér. Torma és lestyán. Tehát akkor ismételjük át még egyszer a tanulás kedvéért. Tehát vannak gyökérzöldségek, ilyen a sárga répa, petrezselyem gyökér, petrezselyem zöldje, zeller, zeller zöldje, retek, cékla, fekete gyökér. És ennyi, amit így érdemes megjegyezni. Illetve itt is vannak a kabakosok. Görögdínje. Amit itt, amit itt, láthatunk, tehát görög dinnye, sárga uborka. Itt is láthatunk uborkát, ugye például kígyó uborka. Illetve főzőtök, sütőtök, laskatők és patiszon. Az is a kabakosok termék, kabakosok zöldség, kabakos zöldségfélék csoportjába tartozik. Levelez zöldségek, vagy levélzöldségek. Ugye a fejes saláta, galambegy saláta, spenót, sóska, kaporzöld, rebarbara, cikória saláta, tehát ez mind a levélzöldségek csoportjába tartozik. Vannak hagymafélék, ugye vörös hagyma, zöld hagyma, zöld fokhagyma, fokhagyma, metélő hagyma, póréhagyma, téli sarjadékhagyma, más néven új hagyma. Vannak egyéb zöldségek, mint például gomba, csemege kukorica és párga. Exotikus zöldségek, ugye avokádó és articsóka. Ugye a zöldségeket is lehet tartósítani, úgyhogy beszéljünk egy kicsit a zöldségek tartósításának módjairól. Tehát hőmérséklet növelésével hőkezelés, hőmérséklet csökkenésével hűtés és gyors fagyasztás. Víztartalom csökkentésével szárítás és sűrítés. Savanyítással, természetes és mesterséges savanyítás, illetve sózással történő tartósítás is létezik. Beszéljünk akkor a hőkezelésről. Az üvegbe vagy fémdobozba légmentesen lezárt terméket 120 fokon tartják egy ideig. A zöldség hámozva vagy hámozatlanul egészben darabolva sós felentőlével adalékanyagokkal található meg benne. zöldség és gabona, vagy bocsánat, gombake, gombakonzervek. Például zöldbab konzerv, gombakonzerv, ez mind hőkezeléssel, tehát 120 fokon tartják, majd sós alaplével felöntik. De például lecsót is lehet ugyanígy tartósítani. Illetve van még a hűtés, az a 12 és 14 fokos hőmérsékleten tartást tehát illetve még van még a gyors fagyasztás. Ugye a zöldségek szabad víztartalmát mínusz 48 Celsius fokos hőmérsékleten, úgy, mint ahogy az előbb is mondtam. Ugye már volt hol a szó a gyümölcsök esetében, itt is hasonlóan tartósíthatjuk gyors fagyasztással. Tehát mínusz, minus, 48 fokos hőmérsékleten megfagyasztják, majd felhasználásig legalább mínusz 18 és mínusz 25 Celsius fokon lehet tartani. Például natúr zöldségek, zöld borsó vagy gyalultük, ugye vannak pűrék, például parajpűré, kiolvat mélyhűtött árut visszafagyasztani tilos, ugye itt is elhangzik, a Hazard Analysis Critical Control Point szabálya, tehát másnél van a HACCP szabály, hogy mélyhűtött árut visszafagyasztani tilos. Ugye tudnak tartósítani még szárítással, ugye 8-12%-ra csökkentett víztartalom, felhasználáskor vízbeáztatva, főzve eredeti víztartalmokat visszanyerik, például szárítmányok, szárított hagyma, szárítmánykeverékek, például a petrezselyem, zellerződ, illetve tudnak még sűrítéssel is tartósítani. Ugye részleges vízeltávolítással készülnek, hőkezelést is alkalmaznak, például paradicsompűrő. Ott pont sűrítéssel tartósítják. Mindenki látott már konzerves paradicsom, és használ is. Úgyhogy ezt mindenki ismeri. Természetes savanyítással is tudnak konzerválni, tehát tartósítani. Ugye teljes a baktériumok természetes eljesztő tevékenységével készülnek például a savanyú káposzta, és a kovászos uborka az pont természetes savanyítás útján lett tartósítva illetve van mesterséges savanyítás is. A zöldséges, sós, ecetes felöntőlevet és fűszereket adnak. Esetleg enyhe hőkezelést, tartósítószereket is alkalmaznak, például az ecetes uborkánál. Ott pont ecetes, ecetes lével tartósítják, tehát ez egy mesterséges savanyítás. Illetve tudnak még tartósítani sózással is, ugye a konyhasó vízávonó hatása tartósít kereskedelmi forgalomban nem jelentős például sózott sejem zöld. Akkor beszéljünk egy kicsit a gyümölcsök és zöldségek bolti árukezeléséről, hiszen fontos ezt egy bolti eladónak is tudnia, úgyhogy beszéljünk róla egy kicsit. Az egyes nyers zöldségek és gyümölcsök ömlesztve műanyag vagy papírekezben, faládákban, zsákos csomagolásban, perforált műanyag zacskóban, hálós csomagolásban vagy műanyag tárcákban kerülnek beszállításra. De mindjárt mutatok ilyen műanyag hogy mindenki értsen, hogy miről beszélek. Tehát M10-es műanyag Az ugye így néz ki. Tehát itt vannak ömlesztve benne ugye a zöldségek és a gyümölcsök. Ugye több fajta színben létezik. És ugye ezeket egymásra lehet halmozni, és így már is hatékonyan lehet szállítani, összekomissiózni őket. Tehát ilyen kis rekeszek bérkeznek be a boltba. A savanyított termékeket ugye a műanyag fedéle ellátott műanyag vödörökben vagy hordokban szállítják. De az is előfordul, hogy pont ezeket a kis műanyag vödröket, pont egy ilyen M10-es rekeszbe szórják bele. Ugye egy sorba csak, mert utána jön a következő rekesz, és ugye az is szabály egyébként, hogy a rekeszt nem szabad telipakolni, mert akkor nem tudjuk rárakni majd a következő rekeszt, mert akkor összenyomódik benne a termék. Tehát tilos telipakolni az ilyen műanyag rekeszeket. Így nagyjából ennyi és akkor folytassuk is tovább. A zöldség és a gyümölcsáruk szedés után az áruforgalom teljes szakaszában élettevékenységét végző élő anyagok, ezért tárolási, raktározási körülményeik jelentősen eltérnek az egyéb élelmiszerekétől. A tárolásnál, raktározásnál olyan körülményeket kell biztosítani, amelyek az érési folyamatokat lelassítják. Biológiai aktivitásuk alacsony hőmérsékleten minden esetben lelassul, ezért a minőség megőrzésének alapvető módszere a hűtés. Ezért egy részük megfelelő hőmérsékletű és relatív páratartalmi raktérbe vagy hűtőházba kerül. Zö tehát a zöldségeket és a gyümölcsöket 2 és 4 Celsius fok között 80-95 százalékos relatív páratartalomba kell tartani. Más szakosítottan fénytől, sugárzó hőtől védve kerül raktározásra. Ezzel csökkenthető a légzés, a párolgás és a tömegvesztés, a száradás, a romlási folyamatok bekövetkezése. Tehát 2, 2 és 4 fok között kell tartani 80 és 95 százalékos páratartalomba. Egyébként az azért ö, célszerű, mert így, hogyha nagy páratartalmú légtérben vannak ezek a zöldségek és a gyümölcsök, akkor nem fognak kiszáradni, hiszen a levegő ilyen vízávonó hatású. Tehát, hogyha száraz a levegő, akkor a zöldség és a gyümölcstől felszívja ezeket a vízrészecskéket, és elkezd fonnyadni. Tehát azért szükséges, hogy minél magasabb legyen a páratartalom, hogy a zöldség és a gyümölcs ne kezdjen el fonnyadni. A raktározás során. Kivételt képes ugye néhány árucsoport. Tehát a burgonya tárolási hőmérséklete plusz, tehát a krumpli plusz két fok alá nem csökkenhet, mert a keményítő édesízű egyszerű cukorrá bomlik. Tehát a keményítő cukor lesz. Azért nem szabad a burgonyát plusz két fok alatti hőmérsékletbe tartani. Tehát a burgonyát ne rakjunk be a hűtőházba. Tehát az tilos. A gyökérzöldségek, a hagymafélék, a, szárazba, a szárazbab, a sárga borsó, az olajos magvak ideális tárolási hőmérséklete, 6 és 10, 10 Celsius fok. Tehát a hagymaféléket, a sárga borsót, az olajos magvakat 6 és 10 Celsius fok között kell tartani. A trópusi, illetve szubtrópusi zöldségek és gyümölcsök az alacsony hőmérsékletre érzékenyek, az ideális hőmérséklet 12 és 15 Celsius fok tehát a trópusi és szubtrópusi zöldségeket és gyümölcsöket 12 és 15 Celsius fokon érdemes tárolni. Raktározásnál egyébként fontos a rendszeres átválogatás, mert a romló hibás áru forgalmazása nem csupán tilos, de gyorsítja a még egészséges termékek romlását is. Mivel hogyha, mit tudom én, például van paradicsomunk, és az egyik paradicsom ott a rekeszbe, amit ugye mutattam az előbb, elkezd romladozni, túlérni magyarán, akkor ugye a többre is hatással lesz. Tehát ezért kell időbe kiszedni, hogy ne az összes kezdjen el rothadni. Most ugye van még a csomagolás, ugye gyűjtő csomagolására, ugye a fa, műanyag, papírdobozok, rekeszek, ládák jellemzőek, tehát ugye nem tízes ládák, amit az előbb mutattam. Fogyasztói csomagolásuk papír vagy perforált PE tasakba, nec hálóba történik. Mindenki látott már hálós paprikát, annak pont a szaknyelve nec háló. Tehát szaknyelven nec hálónak hívjuk. Páratartalom. Gyümölcsök tárolása ugye 70 és 85 százalékos páratartalomba kell, hogy tartsuk. Hasonló, mint egyébként a zöldségeknél, mert ott 80 és 95. Tehát a gyümölcsöknek pedig 70 és 85 százalékre lépték páratartalomunk levegőre van szükségek, ugye a zöldségek tárolása esetén 85-95% a légtérben a páratartalom, ugye hőmérséklet gyümölcsök esetében ugye 12 és 14 fok közötti. A zöldségeknek 0 és 5 fok közötti. Tehát 0 és 5 fok közötti a zöldségeknek. Ez a gyümölcsöknek. A 0 és 5 fok pedig a zöldségeknek. Ez a kivétel ugye a burgonya, amit már mondtam, aminek a keményítő tartom a 4 né fok alatti ti hőmérsékleten ugye szőlőcukorrá bomlik, tehát a keményítőből cukorrá lesz, és édes lesz a burgonya. Tehát ez már nem lesz forgalomképes, tehát az ki kell zárni a forgalomban, nem értékesíthető tovább. Hát kihangsúlyozom még egyszer, nehogy elkövessünk olyan hibát, hogy a hűtőházba berakjuk a burgonyát. Mert az tilos, mert akkor a keményítőből cukor. Tehát a keményítő cukor alakul. És gondoltuk, ezzel nem tudjuk eladni a terméket, tehát iszonyatosan nagy kárt tudunk okozni azzal, ha gondatlanságból a hűtőházba rakjuk a burgonyát. Tartósított gyümölcsök és zöldségárok bolti kezelése, gyors fogyasztott áruk esetében, ugye raktározás Szállításos során különösen ügyelni kell a hűtőpálya folyamatosságára, az megint HACCP. Tehát, hogy folyamatos legyen a hűtése. Mivel, hogyha kienged a termék, akkor nem ott tovább, mert nem fogyaszthatjuk le még egyszer. Ezt a HACCP szabály kimondja. Csomagolás kartondobozba, alumínium tartalmú társított fóliába, PE, illetve P plusz PE duplex fóliába, vagy ezek kombinált felhasználásával készült tároló eszközbe csomagolják. Páratartalom legkedvezőbb a 60-70%-os relatív páratartalom, hőmérséklet egyenletlen, vagyis egyetlen mérhető ponton sem emelkedhet, mínusz 18 fok fölé a gyors fagyasztott áruk esetében a hőmérséklet. Vízávonással tartósított áruk esetében, tehát a szalványok a bolti kezelés során ügyelni kell arra, hogy a levegőből könnyen vesznek fel nedvességet. Ezért tárolásuknál elengedhetetlen a szellő száraz raktártér. Konzervek esetében. Ezeket az árukat általában üvegbe töltik, de elterjedt a fémdobozos csomagolás is. A gyümölcs sajtokat celofánba csomagolják. A különleges készítmények emellett ö, faládába is helyezhetik. A jó konzervet tetszetős, azonos méretű gyümölcs és zöldség darabokból állítják elő. Ugye a konzerveknél az ideális tárolási hőmérséklet az 15 és 20 Celsius fok közötti környezetben lehetséges. Nos, hogy már így átbeszéltük a zöldségeket és a gyümölcsöket, ugye vannak még a gombák is. Arról is szót fogok ejteni. Gombák A gombák az élővilág harmadik csoportját alkotják. Tulajdonságai felhasználása a zöldségekhez hasonlít, de ezeket a növényeket növények ugye nem tartalmaznak zöld szintestet, tehát klorofilt nem tartalmaznak. Nagy fehérje tartalmú, teljes értékű föld részüket fogyasztjuk. Rost magas, emiatt jó, telítő értékűek. De Kitin tartalmak miatt nehezen emészhetőek a gombák. Tehát a gombába van kitin. Tehát a kitin tartalma miatt nem, nehezen emészhetőek, de viszont a tartalmuk magas, és ezért jó telítő értékeljük. kereskedelmi forgalomban legnagyobb jelentősége a ter termesztett gombáknak van. Csiperke és a Piacon erdei gombafajtákat is találunk, mint gomba vagy a szarvasgomba. Ez egy különleges gomba, földben van, nem föld felett. Régebben a disznó túrta ki, ma kutyákkal ugye a szarvasgombát. Fajtától függően több tízezer is lehet az ára. Ő ugye 2017-ben több tízezer forint körül járt a szarvasgomba kilója. Most már lehet, hogy így 2020 ban kicsikét drágább. Az erdei gombák között vannak ehető és mérgező gombák is. Ezért a gombák árusítását szigorú előírások szabályozzák. Szakértői vizsgálat után kerülhetnek csak a fogyasztókhoz. A mérgező, gyilkos galóca egyetlen gombájában annyi méreg van, mely 4-8 ember halálát okozhatja tehát a gombákat csak úgy lehet forgalmazni, ha egy szakértő megvigye, megvizsgálta őket. Tehát úgy tilos forgalmazni a gombát. A gombák bolti kezeléséről beszéljünk egy kicsit. Az élelmiszertörvény előírásai a gombák forgalmazása hozataláról, ugye tilos több gombafajtát összekeverve árosítani. Tehát ezért nem találunk ilyen gombatálat, gombavegyes tálat, mert tilos több gombafajtát összekeverve árusítani. Csak egyet, egy gombát rakhatunk, vagy csomagolhatunk össze. Többet nem. A ládában nem lehetnek hibás, törött részek. Csak megvizsgált gomba hozható kereskedelmi forgalomba. Ugye ugyanaz, amit az előbb elmondtam. A gombatétel mellett jól látható helyen el kell helyezni az árusítási engedélyt. Raktározás ugye a gomba esetében is oda kell figyelni, tehát raktári tárolása plusz 10 fok alatt. 2-3 napig tehető meg. Hűtőtárolással egy hétig lehetséges, ugye, raktározni a gombát. Csomagolás. Lehet műanyag tácás, védőgázas vagy papírzacskos csomagolásban. Megakadályozza, hogy a gomba befüledését és gátolja a baktériumok szaporodását. Tehát a gomba ne fülödjen annyira be. Páratartalom. Ugye a gombánál a legkedvezőbb páratartalom 90 és 95 százalék kell, hogy legyen. Úgy, mint a zöldségeknél páratartalom esetén ugye őrzik meg a minőségüket, a 90-95%-os páratartalom esetén őrzik meg a gombák két-három napig a hőmérsékletüket. Hőmérséklet ugye a hűtőben való tároláshoz plusz egy fok a legkedvezőbb. Tehát ha gombát a hűtőbe akarjuk tárolni, akkor ugye egy hétig eláll hogyha egy fokon tároljuk. Az eladó térben is a plusz 10 fok alatti hőmérséklet lenne az ideális. Ezért látunk néha gombákat a hűtőbe. Mert akkor tovább elállnak. Nem romlanak úgy meg. Nagyjából akkor ennyi is lett volna ez a zöldség, gyümölcs és gombák videó, úgyhogy én elköszönnék, és további jó tanulást kívánok.